itt a fővárosban is az, ami ezen a héten már Szekszárdon és Röszkén is szólt, hiszen a Jobbik folyamatosan járja az érintett térségeket és a következőkben érintett térségeket is. Tehát nem PR tüntetéseket rendezünk, nem vacsora csatát, mint Gyurcsány Ferenc, hanem ott vagyunk a válságzónában, a válságövezetekben. Éppen azért, mert Magyarországon invázió zajlik, Magyarországon lakosságcsere készül, és ha mi nem támasztunk ellenerőt ezzel szemben, akkor a jövő már nem magyar nyelven írt történelem könyvei bennünket tartanak majd árulóknak, és mi ezt nem vállaljuk. El kell, hogy mondjuk, amikor Röszkén a tüntetésnek nekikezdtünk, az ottani szónoklatok során elmondtuk, hogy 150 szír, vagy most már magát szír származásúnak valló úriember az északi sarkörön keresztül próbált behatolni a Schengen jövezetbe, az áradat mindenhol irányt talál magának. Arra viszont nem gondoltunk, hogy pár nap elteltével már az autópályáinkon is hömpölygő jövevényekkel kell találkoznunk, és arra sem gondoltunk, hogy a kitörő vadak Bicskén vonatot foglalnak, máshol magyar rendőröket vagy civileket próbálnak bántalmazni. És a legnagyobb veszély az, hogy mindezt megszokjuk, hogy megszokottá válik, hogy a közel-keleti pályaudvaron idegen kultúrájú, idegen szokásrendszerű emberek szépen lassan úgy tesznek, mint a természetes lenne mellettünk élni, mint ha lehetne együtt élni azokkal, akiknek eszük ágában sincs integrálódni. Nem is őszinték, a recsegő, ropogó, döglődő Európában már nincs is nagyon mihez integrálódni és hozzáidomolni. Ki akar velük integrálni? Az az önfeladó Európa ugyanis, amely ezt lehetővé teszi, nem Magyarország Európája. Mi itt Európa szívében, a Kárpát-medencében nem várhatunk tovább közös európai megoldásokra. Mit oldott meg az Európai Unió az utóbbi 10 évben? És mit oldott meg az Orbán kormány? Kim van Brüsszelben vitatkozni magyar érdekekért? Ne tagadjuk el, volt, amikor kiment, volt, amikor az asztalra csapott. Miért? A bírák nyugdíjasztatása ügyében, meg a médiatörvény kapcsán. És most, amikor invázió éri Magyarországot, akkor hol van az Orbán kormány? Hol van a honvédség a határtól, hol van a határ hermetikus lezárása? Még mindig csak díszázadokról tárgyalgatnak, és óvodás, gimnazista színvonal alatti pamfleteket küldenének az Európai Uniónak a magyar parlamentből, ahelyett, hogy megvédenék a hazát. És még egyszer mondom, a kitörő vadak vonatot foglalnak, magyar rendőrökre, magyar emberekre támadnak, a magyar emberek és a magyar állam által odavitt vizet, ételt kiszórják az ablakon, beszórják a vágányok közé. Köszönetet mondhatnának, azért, mert Magyarország sokkal bőkezűbben bánik velük, mint ahogy a magyar 56-os menekültekkel bántak a katasztrófa után, amikor el kellett innen menniük. Ezek az emberek nincsenek zárt táborokba zárva, és Apáti István alelnök társammal beadott kérdésünkre kiderült a válaszból, hogy egyetlen úgynevezett migráns naponta 4300 forintot ér a magyar államnak, miközben egy munkanélkül alig több mint 2000-et. Egy migráns étkeztetése 1300 forintot ér a jelenlegi Orbán kormánynak, egy kórházi fekvőbetegé pedig 550-et. Miről beszélünk, kérem szépen? Amikor arról beszélünk, hogy 160 ezer fölött jár az ideérkező jövevények száma, gondoljunk bele, akkora embertömeg ér ide, mint Szulejmán serege egykor. És miért csak a Jobbik beszél arról, hogy invázió zajlik, hogy tudatos lakosságcsere készül, hogy ezen embereknek a 90%-a szervezett módon érkezik ide, hogy különböző cégeknél, azonosító okmányok nélkül mégis fel tudják venni azt a pár száz eurót, vagy egy-kétezer eurót, és hogy ez a szervezett folyamat miért csak minket zavar? Miért van az, hogy mindenki más politikai játékszerként kezeli ezt az egészet? Az egyik banda nem kerítést, hanem drótakadályt építget, ami még a hölgyek is könnyen átmásznak. A másik banda vacsoracsatát rendez, és migránsok befogadásáról, letelepítéséről beszél. Így szeretném tisztába tenni, hogy ebben az idézőjeles háborúban, ami sokkal durvább helyzetekbe torkolhat, a Jobbik egy dologra hajlandó. Aki valódi üldöztetés elől érkezik, tehát itt 10-20%-ról beszélünk maximum,
annak étel, ital és rövid időre szállás adható. De semmi több, semmiféle integráció, semmiféle letelepítés, semmilyen önkormányzati bérlakás, semmilyen szavazati jog. Nem leszünk partnerek a hazaárulásban tehát, nem fogjuk engedni, hogy ezt az inváziót magyar politikai erők törvényekkel legalizálják és szentesítsék. A Jobbik eddig is bizonyított, ott áll az az ember, Vona Gábor, aki önkéntesként az Ásotthalmi mezőrségnél már akkor beleszagolt ennek a problémának a közepébe, amikor még nem volt divatos és trendi mindenről beszélni, a jobbikosok már akkor ott voltak a válságövezetben. Ígérhetem, hogy a jobbikosok akkor is ott lesznek, hogyha idegenek, jövevények fegyverrel támadnak a magyar hazára, és meg kell védeni ezt a magyar hazát, mert mi az önálló határőrség, vagy az odarendelt honvédség bevetése elől nem tudunk elhúzni, és nem is akarunk. Félreértés ne essék! A Jobbik nem partner abban, hogy ártatlan civilek közé bárki is odalőjön. A Jobbik nem van ilyen értékrendet, amivel ez azonosítható lenne. De hogyha fegyverrel támadnak a magyar hazára, akkor először az élet kioltására nem alkalmas eszközökkel, de szeretnék megvédeni a magyar határokat, tehát két megoldást látunk most. Az egyik megoldás az, hogy az összes itt lévő jövevényt segítsük továbbjutásába Nyugat-Európa felé, de úgy, hogy nem regisztráljuk őket, mert nem akarunk egyetlen visszatoloncolt jövevényt sem látni Magyarországon, mert nincs itt helyük. A másik megoldás sokkal egyértelműbb. Talán egy kicsit hozzám közelebb is áll. Ez a határ hermetikusan történő lezárása oly módon, hogy aki illegális módon kívánja átlépni a magyar határt, azt egész egyszerűen nem engedjük be ide, megvédjük Magyarországot az inváziótól, vállaljuk az ezzel járó következményeket is természetesen felelős államférfiakként. De azt elmondhatjuk, hogy nem fogjuk legalizálni ezt az inváziót, és minden eszközzel harcolni fogunk azon hagymázas liberális lázámokkal szemben, amelyek most még csak vacsora csatákba torkolnak. Most még csak Gyurcsány Ferenc a legundorítóbb módon PR-fogásként használja azokat az embereket, akik ide érkeznek, hogy a saját pályáját építgesse. Ez akkor a legundorítóbb, hogyha a vacsora csata résztvevői valódi menekültek és tényleg a szükség elő jönnek, akkor még gusztustalanabb. De el kell, hogy mondjuk azt is, hogy ezek a lázámok a történelemben mindig valós cselekvésbe torkoltak, és nekünk ezt meg kell akadályoznunk, meg is fogjuk ezt akadályozni. De ennek csak két útja van. Vagy a regisztráció leállítása, amit Mirkocki Ádám barátom már hónapokkal ezelőtt hangoztatott, látszólag nem értette a kormányzat, látszólag alig értette valaki, de nem lehetünk Európa utolsó csicskásai, amikor a csehek felmondják, amikor az olaszok nem regisztrálnak rendszeresen, amikor a görögöknél ez fel sem merült a maga teljességében. Mi vagyunk megint az utolsó éltanulók, ahova vissza fogják toloncolni tízezrével. No, nem a békés koszovói albánokat, akikkel Torockai Lászlóik az évelején küzdöttek, hanem majd lefölözi Nyugat-Európa a hozzáértőket, a hasznavehetőket, és majd visszaküldi ide azokat a jellemzően Afrikából érkezőket, akikkel nincsen semmi dolgunk, akiknek nincs itt helyük, akiket mi, a magyar adófizetők pénzéből nem vagyunk hajlandók támogatni. És el kell, hogy mondjuk, ha most ebben a történelmi pillanatban valamire szükség volna, akkor az az, hogy a magyar honvédek a magyar határon védjék a hazájukat, és a külföldi missziókból visszatérve vállaljanak részt abból, hogy ezen inváziót meg tudjuk állítani, mert ez az invázió évtizedes harc elé állítja Magyarországot. Egy dolgot ígérhetek, a jobbikosok nem fognak vacsora csatát rendezni. A jobbikosok nem használnak PR kampányelemként sem migránsokat, sem magyar embereket, sem mást. Viszont ott leszünk a válságzónákban, ott leszünk a válságövezetben, és Magyarország bármely pontján, ahol felüti a fejét a baj, Debrecenben, ahol megkéseltek magyar fiatal, ahol késsel fenyegettek magyar hölgyet, máshol, ahol felfegyverkezve törtek ki megvadult vadak, és támadtak ártatlan magyarokra, vagy ahol vonatot foglaltak, a Jobbik ott lesz,
A Jobbik vállalja a rendrakás felelősségét is, ha kell, de semmiképpen nem PR-fogásként, kampányelemként. Éppen ezért azt mondjuk, hogy ha a regisztráció leállításával még lehetséges, akkor juttassuk el ezeket az embereket a célállomásukhoz, mert nincs itt helyük. De ha nem lehetséges, akkor bármilyen eszközzel le kell zárni a magyar határt, és mint annyiszor a történelem folyamán, Európa védőbástyájaként, ha kell, meg fogjuk védeni újra ezt a kontinens, mert megint egyedül hagytak minket, ki akarják csavarni a fegyvert a kezünkből, de mi ezt nem fogjuk hagyni, mi lezárjuk a nyílt szállókat, lakott területen kívülre visszük őket, lezárjuk a magyar határt, hogyha kell, és magunkért, de újra és újra meg fogjuk védeni a Kárpát-medencét az inváziótól. Köszönöm, hogy meghallgattak!